Kovács László, a Kozár Mislenyese egyik alapítója, az egyesület edzője 2011. decemberében egy szenior teremtornán a pályán veszítette életét. Egykori csapattársai, tanítványai és barátai azóta minden évben megrendezik a Kovács László labdarúgó emléktornát a Kozár Mislenyi sportcsarnokban. A Covid miatt a téli torna elmaradt, de a majális keretében, szabadtéren újra összeálltak a csapatok, hogy Kovács Lászlóra és a közelmúltban elhunyt Tamás Sándorra emlékezzenek. Ők egy alapítói voltak ennek a Kozár Mislenynek, tehát a Kovács Laci bácsi az itt még megye kettes szinten is edző volt, a Tamás Sanyi pedig a kapusa volt ennek a csapatnak. Tehát ők olyan régóta itt vannak, az emlékünkben most már sajnos, hogy biztos büszkék lennének rá, hogyha látnák ezt, amilyen fejlődésen itt végigment a település, illetve a sport élet itt Kozár Mislenyben. Én az asztali tenisz csapatában játszom, mivel a Kovács Laci bátyánk volt a szakosztályvezetőnk, és így fotbalozott is, és asztali tenisz, ezért ketté osztottuk a csapatot, van az asztali tenisznek és az öreg fiúknak is csapata. Eddig egy mérkőzésünk volt, ezen 3-1-es vereséget szenvedtünk sajnos, de majd most. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy még mindig tartjuk a hagyományt, és Kovács Laci barátom volt futballista társam, illetve vezetők voltunk Hajdanán itt a Kozár Mislenyi sportba, futballba. Nagyon jó, hogy ez van. Van, hogy ápolják az értékeket, az emlékeket. Köszönjük szépen a Tóth Attinak, aki ezt fölkarolta. Hát évek óta megy. Évek óta egyre fehérebb a hajam, egyre nehezebben bírom, de a szívem az még visz, és az akarat, hogy itt lenni a fiúkkal együtt lenni. Nagyon-nagyon jó hangulat, jók a srácok. Ez egy nagyon jó nap. Ez az első mérkőzésünk volt. Nem, sajnos nincsen cserénk. Nem mindenki tudott eljönni. Én már 64 évesen nem bírom végigfutni 15-20 percet, és ez látszik is ugye többünkön, hogy kellene csere. De lendület megvolt, helyzeteink voltak, jól éreztük magunkat a vereség ellenére, majd a következő meccsen. Az emléktornán játékosként részt vett Kovács László fia is, aki többek között a labdarúgás szeretetét kapta édesapjától. Maga foci szeretete, és az, hogy mindenki a játék szeretetéért játszik igazából, semmi eredménycentrikusság nem arról szól, hogy ki mit csinál, hogyan, hanem az, hogy együtt élvezzük ezt a játékot. Decemberben súlyos, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt Tihanyvári László, egykori labdarúgó edző. Aktív pályafutása befejeztével többek között edzősködött Kozár Mislenyben, a Peacnál, a PVSK-ban és Szászváron is. Utoljára a Tolna megyei Majosi Ese vezetőedzője volt 4 éven keresztül. Vezetésével csapata megye egyes bajnok lett és feljutott az MB3-ba. Egykori játékostársai, tanítványai és barátai emlékeztek rá. Tihanyvári az egy külön szám nálam, mert ő már 14 éves korában nálam volt védett, akkor a PMSC-nél voltam én ilyen serdülőedző, és az egész pályafutását és az én pályafutásomat kísérte ez, hogy mi paralel párhuzamosan mentünk. Komlón együtt voltunk, a PVSK-nál együtt voltunk, sportiskolánál, tehát én nekem egy ilyen különleges, hogy így mondjam. Számomra azért fontos, mert Tihanyvári Lacival körülbelül egy 96 óta tart a mi munkakapcsolatunk, meg baráti kapcsolatunk is. Nekem 96-ban volt a PVSK-ban a vezetőedző, aztán utána még hál' Istennek együtt dolgoztam vele Kozár Mislenyben, Szászváron és Gerezslakon, és tényleg hál' Istennek nem csak mint labdarúgó, hanem mint barátom is lett. Úgyhogy az egész pályafutásom során a mi kapcsolatunk az végigment. Én is átkerültem az erőnek a túlsó oldalára, én is edző lettem, és amikor edző lettem, akkor ő például nagyon-nagyon sok mindenben segített, támogatott, úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt ilyen keretek között kell összejönni, mert ennek nem most kellett volna még megtörténnie, de méltóképpen szeretnék elbúcsúzni a Laci bácsitól. A Tihanyvári Laci bár abban a közegben illik, és kell megemlékezni, ahol ő az életének a nagy részét töltötte, és ugye ez a futball. Én azt az utánpótlás csapatot képviselem, szervezem, aki gyakorlatilag a pályafutása kezdetétől nevelt. Én kicsit később kerültem a csapathoz, de a fiatal koromat ebben a csapatban töltöttem, nyilván a Lacival vezetésével. Rengeteg élmény köthető, gyakorlatilag itt nőttünk fel a PVSK pályán,
és azóta is megmaradt ez a csapat szellem, barátság, tartjuk a kapcsolatot, és úgy gondoltuk, hogy méltóképpen itt a PVSK létesítményén belül tudunk megemlékezni a volt edzőnkön. Az emlékezők közösen nézték meg a PVSK Komló labdarúgó mérkőzést, mely Tihanyvári László emlékére egy perces gyászszünettel kezdődött.